Úgyhogy szerintem az egyszerűség kedvéért, Zsani, most vezesse te a sort, jó? Még egyszer. Haj, tánc, tánc, körtén tánc, mi van benne? Mi van a zsákban? A rosszaság. A rosszaságot beleraktuk. Mint például? A kiabálás. A kiabálás beleraktuk. A kiabálás. Aki a nagy kiabálás. Na most meghallja anya, apa, hogy ilyenek is szoktunk lenni. Na nem baj, beletettük a zsákba és már visszük is, jó? Ügyesen. Nem is. Mert a szöntött látja, bele tesz a sárba, úgy visz a válságba. Most nagyon... Ijesztő. Ijesztő? Jó, nagyon ijesztően is, nagyon. Jó, akkor legyünk ijesztő mérgesek. Jó, akkor előbb legyen sírós. Előbb most legyen sírósan. Nagyon szomorúan, jó? Legyünk szomorúan. Szomorúan. És azért halljam, hogy a lábatok hogy csattan a padlón, jó? Ne nézz! Legügyesebbek, akik nem nevették el. Na most lehet vidáman, jó? De azért halljam, hogy oda csattan a lábatok, jó? Mert azt most nem hallunk. Ne nézz! De a lábatokat akkor is lássam, hogy pontosan dobbal. Benne lesz a sárba, úgy is a válságba. Hú, de jó volt, ez most nagyon jól olvasottuk, ezért kaptok egy hallottak sok tőlem, és már is megfogjátok egymás kezét, és... Úgy, mindenkit engedjünk be a körbe. Úgy. Egy, kettő, három, nincsen nékem párom, fogadjunk egy ipszer bolyba, hogy lesz 13. Gyorsan fog meg valaki kezét. Egy, kettő, három, van már nékem párom, fogadjunk egy ipszer bolyba, hogy lesz 13. És vissza a körbe gyorsan. Egy, kettő, három, nincsen nékem párom, fogadjunk egy ipszer bolyba, hogy ez 13. Valaki
lesz, akivel az előtt nem voltál. Olyan fel lesz, akivel nem voltál. Egy, kettő, három, mondd már nékem párom, fogadjunk egy ügyszerborba, hogy ezt kiderem három. Szakörbe. Na, még egy utolsó. Egy, kettő, három, nincsen nékem párom, fogadjunk egy ügyszerborba, hogy ezt kiderem három. Gyorsan egy pár mondatot meg. Igen, először csak a lábunkon, de maradj a párodra szemben, jó? Zígból, zából, dobol, remek, barna, kislány, költöztetnek, jár a papucs, jár, minden felé jár. Na figyelj, most úgy lesz, hogy zígból, zából, dobol, remek, barna, kislány, költöztetnek, jár a papucs, jár. És tapsold meg. Még egyszer a párodhoz, jó? Először a lábadhoz, utána a párodhoz, jó? Próbáljátok meg egyszerre. Itt kezdjük a combunkat. Zíbor, zábor, dobor, remek, barna, kislány, költöztetlen, jár a papucs, jár, minden felé jár. És a végén is van egy taps. Na, figyelj, hogy csináltuk a múltból? Így, ugye? Egyik kezünkkel megütöttük a barátunk a vállát. Zíbor, zár, gyere, dobor, remek, barna, kislány, öltöztetnek, jár a papucs, jár, minden felé jár. Na most a másik kezeddel, most a másik kezeddel. Zíbor, zár, dobor, remek, barna, kislány, öltöztetnek, jár. Jár, minden felé jár! Új, de ügyesek voltatok! Figyelj, segítsetek a kis számolóval! Egyetem, egyetem, bokorba, szökvítünk a bokorba, bokor előtt volt egy fa, minden ágán hat marga, rázd meg ördög azt a fát, potyolja Martin, mehetsz bújni az ajtóhoz. Most egy kis segítséget kérünk. Még hozzá. Azt mondja. Jó, akkor legyél te. Én a bőr is fogom. Jó. Na, ne elárulni, hogy hol van, jó? Jó. Na most megfordulhatsz, Martin, mi meg mondjuk a mondókát, figyelj. Azzal bőben jártunk kettünk, egy gyereket elvesztettünk. Mondd meg, Martin, mondd meg nékünk, ki az, aki nincsen vélünk? Dani. Kicsoda? Dani. Ki? Nem, a Zsani itt van, itt a Zsani. Zsani. Ó, szerinted fiú vagy lány? Fiú. Egy fiú van, akkor fiú. Melyik fiú nincs itt? Ki lehet az? Boti? Azt mondtad? Botit mondtál? Boti hiányzik? Igen. Igen, a Boti hiányzik. Na, Boti, gyere elő. Ó, itt a Boti. Na, Boti, lehetsz bújni. Jó? Gyorsan. Figyelj, mindenki nem fog sorra kerülni, mert akkor estig sem megyünk haza. Legyen egy neked. Na, Boti, fordulj meg! És mi mondjuk a mondókát. Az erdőben jártunk, kertünk, egyet elvesztettünk. Mondd meg, Boti, mondd meg nékünk, ki az, aki nincsen vélünk.
ki az, aki nincsen velünk? Fiú hiányzik, vagy lány hiányzik? Lány. Lány hiányzik, igen, egy kislány hiányzik. És ki az? Az az izgalmas, hogy kitalálja a boti. Nehéz most, ugye, mert nagyon sokan vagyunk a terem, de aztán mind egy kicsit zavaró, meg ráadásul mindenki itt van. Ritkán van az úgy, nem tudod? Na, akkor áruljuk el, ki az? Rita! A Rita! Na, gyere Rita, szaladjál újni, jó? Majd a Rita már becsukta a szemét, majd akkor tudok választani. Jó, most ez lesz az utolsó. Ez lesz az utolsó, és akkor a következő játékban már más választunk, jó? Na, Rita, gyere! Mi meg mondjuk a mondókat, figyelj! Kifrapolva. Az erdőben jártunk kertünk, egyenleket elvesztettünk. Mondd meg, Rita, mondd meg nékünk, ki az, aki nincsen vérünk? Kitti. Kitti, de nem lestél te egy cili-picilit? Jól van, ügyes voltál, kitaláltad, hogy a Kitti. Bocsánat, csak előre.